kérdés. Van már énekesem, vagy énekesnél mutus, inkább akkor inkább dob, mert egy rapper az jól lenni még a csapatban. Miller Zoltán. Miért? Hát, mert hozzám közelebb áll egy picit ez a stílus. De ha István kérdeznéd, ő biztos dokument választotta. Sőt, Istvánnak is feltetted ezt a kérdést? Biztos vagyok benne, hogy őt választotta. Sírásul volnék, vagy sírkövet szerintem, úgyis szerintem mindig meghalnak az emberek, és szükség van örökké szerintem egy jó sírkövesre. Műsorszervezéssel, rendezvényszervezésekkel nagyon szívesen foglalkoznék. Nagyon megfogtál most, várjál, festék, tiszteleti harci belül. Nem a kockás fölnyúl, nem? Várjál, még lehet még képen egyet? Ott a festék, tisztelet. Segíts, mondjál valamit, nem tudom. Pompom. És tudja, és tudja. Passzolom. Egyébként a pompom. Nem viszok soha koktélt, mert nem tudom, mi van benne, és nagyon, nagyon alkalmas volt, annyira brutálisan hat, hogy végén van. Tehát nem kell koktél, inkább egy tiszta vodka, tiszta bor, tiszta víz, bármi, csak koktél nem. A mojitót nagyon szeretem. Rum, lime, szóda és menta. Attól függ, hány fok van kint, tehát nyáron nyilván szabadtéren sokkal jobb a klubnak, teljesen más a hangulata. Hát figyelj! Inkább egy klub, mert ott lehet játszani minden zenét, egy falunapon inkább azt mondom, hogy ki kell szolgálni 18-tól 65 évesig mindenkit, és nagyon nehéz munka. Egy klubban sokkal könnyebb játszani. Ez a helyzettől függ. A klub is attól függ, hogy mekkora az a klub. Hogyha én őszinte leszek, én a kisebb klubokat jobban szeretem, mert sokkal családiasabb hangulata van a kisebb kluboknak, illetve bevallom azt is őszintén, mert ez változó, hogy a kisebb településeken még sokkal jobban szórakoznak az emberek, bár ez az ital mennyiségétől is függ, ugye, hogy ki mennyire érzi jól magát. A szabadtéri rendezvények, nek pedig teljesen más a hangulata. Én úgy gondolom, hogy ott egy picit nehezebb, mert ott minden korosztálynak meg kell felelnie, és meg kell felelni. Fedett pályás gerejvetés szerintem 25 méteren belül, nem? Nem. Sportból bármi kérdezt, és nem tudok semmit, hogy minden, teljesen minden mit mondasz. Fú, én úgy szégyellem magam, de ezt sem tudom. Kezet foghattok. Kalapás vetés előtt. Lesznek még ilyen fejtörő kérdései, ami olyan ciki. Belépés során? Hát tudom, azt mondtam, hogy jó estét kívánok Szentendre, és amúgy nem is, ami Szentesen voltunk például. Sokadik buli volt aznak, úgyhogy már minden jó volt a végére. Talán az, ez Szerbiában történt, amikor annyira, hát ugye minden helységben más-más technikával szembesülünk, és sajnos nem mindenhol egyforma technika. És volt egyszer egy olyan mikrofonom, amit ugye miközben tapsoltattam a közönséget, kitapsoltam az elemeket is a mikrofonból, és hát ugye az időbe tellett, míg ugye gyorsan kicseréltük zene lehúzva, és akkor ez úgy megszakította a dolgot, úgyhogy ez volt a ciki, ami számomra volt ciki. Ezen idefel is gondolkoztam, és nem tudom, komolyan mondom, ezt nem tudom, ezt valahogy mérjük fel, hívjuk erre egy bizottságot, ezt nem tudom, mi a válasz szerinted? Jók a zeneink talán? Fogalmam sincs. Épp most tettem fel ezt a kérdést a kocsiba a fiúknak, hogy nemrég jártunk itt. Nem tudom, de nagyon jól esik, és köszönjük mindenkinek tényleg. Nagyon örülök ennek, hogyha tényleg itt szeretik a magyar zenét, mert nagyon sok szórakozó helyen nem is játsszák a magyar zenéket. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk most is.